Egy gyors bemutatkozással kezdeném. Torma László vagyok, a Magyar Ubuntu közösségből, és a Ubuntu-nak az új felhasználói felületéről, a Unity-ről fogok beszélni. Ugye, gondolom az Ubuntu-t nem szükséges itt bemutatnom, de azért kezdjük egy kis nosztalgiával, vagy időutazással, egészen pontosan 2004-be ugorjunk vissza, amikor megjelent az Ubuntu-nak a legelső kiadása. Ez a 2004. október 20-án jött ki, GNOME 2.8-ra épült, Firefox 0.9, OpenOffice org 1.1.2. Aki már akkoriban így Linuxozgatott, vagy legalábbis használt szabad szoftvereket, az biztos emlékszik ezekre a jó kis történelmi verziókra. Alapvetően működött, de hát azért ez... Most felhúzom, hogy ne hozzogjon annyira a mikrofon, elnézést. Szóval így nézett ki a rendszer akkoriban. Hát bizonyos értelemben szép volt, fogalmazzunk úgy. Tehát nem volt szép annyira. Ami ugye így elsőre feltűnhet, hogy a klasszikus, mert az alkalmazások, rendszer, helyek, ilyenek, az még máshogy működött egy kicsit. Volt egy alkalmazások menü, ezen alatt voltak a beállítások, illetve volt a komputer, ami meg ugye a helyek lett később. Ugye itt láthatjuk is, hogy a rendszer az alapvetően azért máshogy épült föl, vagyis hát az a menü, mint mondjuk amit akár még egy éve is láthattunk az Ubuntu-ban. Következő fontos évszám az 2006, amikor megjelent az első hosszú távon támogatott Ubuntu kiadás. Ez ugye azt jelenti, ez a hosszú távon támogatás, hogy desktopon 3 szerveren 5 évig nyújtottak hozzá biztonsági frissítéseket. Amiért fontos volt ez nekem is a felhasználói felület szempontjából ez a kiadás, az az, hogy itt vezették be ezt a humánnak nevezett témát, ez a klasszikus barna Ubuntu. Szerintem a Ubuntu felhasználók jelentős része úgy ebben a korszakban kezdett ubuntuzni. Ez azért elég sokáig ki is tartott, mert ha megnézzük, 2008-ban, amikor megjelent a második hosszú távon támogatott kiadás, szintén ez a 3 év, 5 év párossal, és már GNOME 2.22-vel, akkor lényegében azt látjuk, hogy ugyanazt a felületet kaptuk, nyilván más a háttérkép, úgy kicsit világosabb lett a panel, meg kicsit rajzoltak hát az ikonokon, de alapvetően ugyanaz a felület volt, hát jó hosszú ideig azért, mert utána még ez folytatódott ráadásul egészen 2010 áprilisáig, amikor a felhasználói felület szempontjából a legfontosabb váltás történt hosszú ideig, ekkor vezették be ezt a lila sötét színekre épülő, professzionálisabb kinézetű témát. Ugye itt azt mondják, hogy a lila jeleníti meg a kanonikát, illetve magát a professzionalizmust, a komolyságot, a narancssárga színek, amik ugye most annyira nem látszódnak, de például a menüben meg nagyon sokan használja az Ubuntu, illetve ugye az ikonoknál is azért egy kicsit visszaköszön, az meg a közösséget jelképezi. Ugye itt vezettek egy világosabb témát is, szerintem ezt is sokan ismerik már. Hát ugye már rögtön az elején kezd egy kicsit unalmas lenni, nem sokat változott a felhasználói felület, ami nem is csoda, mert igazából a felhasználói felület gyakorlatilag 15 éve nem sokat változott. Tehát ha megnézzünk egy Windows 95 képernyőképet, azt vesszük észre, hogy igazából start menü az ugye itt három részbe szakad, de azért, és átkerült felülre, de azért ugyanúgy megvan. Az ablakváltó gombok azok ugyanúgy ott vannak, csak még ugyanott alul is maradtak. Van aztán egy ilyen értesítési részük, az óra van, a hangerőszabályzó, meg ugye már az újabb gépeknél az akutól kezdve egy Bluetooth-ig, amik régen még nem annyira léteztek, de alapvetően ez a funkció az csak felkerült oda, de ugyanúgy ott van, és az alkalmazások menüje is hát gyakorlatilag tök ugyanott van 15 éve. Sőt, igazából ez a menü, ez annál sokkal-sokkal régebben, de úgy alapvetően a felületek, felhasználói felületek 15 év alatt nem változtak jelentősen. Lényegében ugyanaz a logika ment végig. Hoppa, mit nyomtam meg. Hát szóval 15 év alatt nem sok minden változott, és akkor jött 2010 májusa, amikor Mark Shuttleworth, az Ubuntu fejlesztők találkozóján bejelentette egy új felhasználói felületet, amit Unity-nek neveztek el. Ez a bejelentés után gyakorlatilag azonnal, tehát ilyen a bejelentés az olyan reggel 10 órakor volt, ez meg olyan délután 2 körül lett elérhető, elérhetővé tették a első Unity változatot. Szerintem ez az, amit gyakorlatilag senki nem használt, és senki nem ismer még így a hallgatók közül. Ez egy PPA tárolóból volt telepíthető tesztelésre. Egyébként jól működött is, szép is volt, de ha megnézzük, funkciók tekintetében nem nyomtott olyan sok mindent.
ki voltak fixen rakva az alkalmazási indítók, amikre rákattintva el lehetett indítani az alkalmazást. Ez igazából a gyakorlati felhasználhatósága arra terjedt ki, hogy itt az volt mellette a gondolat, hogy ezt fel lehet telepíteni Windows mellé a gyártóknak, és egy alaprendszer tudnak nyújtani, hogy gyorsan bebootol, és akkor azon el lehet érni egy pár kattintással a böngészőt, meg a levelezőt, tehát a legfontosabb alkalmazásokat. De ez nem éles desktop használatra volt számva, hanem egyrészt mutassuk meg, hogy van ez a Unity Ink, és már készül, másrészt meg volt egy ilyen lehetőség a gyártóknak, ami én úgy tudom, hogy nem sok gyártó élt, vagy nem nagyon éltek a gyártók, hogyha megkeresték a Canonicát, akkor csinált nekik egy olyan változatot, ami egy ilyen gyorsan bootoló rendszer. Következő fontos időpont 2010. október, amikor megjelent az Ubuntu-nak a netbookra szánt változata, amiben már az alapértelmezett felhasználói felület a Unity volt. Ekkor a Unity egy Mutter elnevezési ablakkezelőt használt, németeseknek ugye Mutter. Így nézett ki. Szerintem, aki használ manapság Unity-t, annak már úgy ez már úgy ismerősebb. Tehát azért ez nagyon hasonlít arra, ami aztán később az Ubuntu 11.04-ben is van. Ami itt nem látszik a képernyőképeken, és azért nagyon-nagyon szeretem a képernyőképeket, hogy ugye itt ilyen tök gyorsan tudok váltogatni. Na most a valóságban ez egy nagyon-nagyon lassú felület volt. Ez részben abból adódott, ez a Mutter hibáiból adódott, pontosabban szóval abból, hogy a Mutter is még élesen fejlesztés alatt állt. Ráadásul ugye a fejlesztésen egyáltalán nem volt szempont, hogy ez így jól használható legyen az Ubuntu-ban, mivel hogy ők a GNOME Shell-t ezt igazították a rendszert, és ezért szegény fejlesztők folyamatosan panaszkodtak, hogy most már elegük van a Mutter hibáiból, hogy ahelyett, hogy a Unity-t fejlesztenék, a Muttert javítgatják, ami nem feltétlenül azért volt, mert a Mutter rossz volt, egyrészt egy évvel voltunk a kiadás előtt, másrészt meg ugye mondom, nem ehhez volt kitalálva. Tehát például nagyon-nagyon memory leakelt. Úgyhogy ez így rájöttek, hogy ez így jó, hogy tök jó, hogy most így kollaboráció, meg együttműködünk, de ez így nem együttműködés, hanem együtt nem működés, mert ez nem működik, és nem is együtt csináljuk. Szóval akkor csináljunk valami tök mást. Csak a 2010 novemberében a következő UDS-en bejelentették, hogy jó, tök jó ez a Unity, ezt szeretjük, a Muttert nem szeretjük, akkor váltsunk Compizra, mert az tök jó lesz. És fel is vették egy Sam Spilsbury nevű srácot, aki egyébként egy nagyon-nagyon szimpatikus fiatal srác, hogy aki is Compiz fejlesztő, ez nagyon nagy előny nála, hogy akkor csinálja ő a ablakkezelőt. Aztán ugye ezt elérhetővé is tették, nem olyan sokkal a bejelentés után. Tesztelésre, hát így nézett ki a legelső Compiz alapú. Azért az fontos kiemelni, hogy ez 2010 november, tehát egy évvel ezelőtt volt, így nézett ki akkor a rendszer. Ugye láthatjuk, hogy itt például ez a felső panel teljesen szét van még esve. Itt láthatjuk, hogy igazából gyakorlatilag majdnem minden hiányzik a panelről, tehát nem volt például az, ahol az alkalmazásokat indítjuk fel, meg semmi. Ez egy éppen csak elindult, éppen csak működött, mondjuk az gyorsan csinálta. De azért egy év alatt gyakorlatilag a nullából indultunk, azt látni kell. Vagy egy évvel ezelőtt. 2011 áprilisára viszont megjelent az az Ubuntu kiadás, ahol már ez a felület volt alapértelmezett, ez a Unity. Most már érdemeztetem alaposabban is megnézni, hogy ez hogyan épül föl. Ugye alapvetően három fő részre osztjuk a képernyő, ahogy itt is látszik, van egy felső panelünk, van egy indító panelünk, és van egy asztalunk. A felső panel az talán különösebb magyarázatra nem szorul. Ott vannak az óra, értesítések, hasonlók. Az indító panelen vannak az alkalmazások indító ikonjai, az asztal megint csak nem szorul különösen magyarázatra. Ha kicsit részletesebben nézzük, akkor láthatjuk, hogy volt egy Ubuntu gombunk itt felül a felső panelen, voltak alkalmazás indító ikonjaink, volt egy munkaterületváltunk, amivel a munkaterületek között tudjuk az ablakokat áthelyezgetni, illetve ugye váltani nyilván. Volt egy fájlböngészőnk, ami fontos, hogy ez nem fájlkezelő, hanem fájlböngésző, tehát nem olyan, mint mondjuk a Nautilus, hogy az összes fájlunkat látjuk, tudunk benne áthelyezni, kibetömörítgetni és hasonló ügyességeket. Ez arra volt, hogy azokat a dokumentumokat, amiket használtunk korábban, tehát már valamiben megnyitottuk, el tudjuk érni gyorsan. Ez volt egy alkalmazás böngészőnk, ami még az alkalmazások indítására szolgált. Nyilván volt egy kuka, illetve voltak indikátornak nevezett, ez gyakorlatilag az értesítések. Ugye ez az, amit a Windows 95-ös képernyőképen mutatom, hogy a jobb alsó sarokban volt. Amiben ez az indikátorok alapvetően különbözik a Windows 95-ös, meg ugye nagyon sok más rendszer által használt megoldástól, hogy ez szigorúan menüs. Tehát, ha ráklikkelünk valamire, akkor mindig egy ilyen legörbülő menü jön be, nincs jobb meg bal klik megkülönböztetve. Mindig az a menü jön be, ezért viszonylag kiszámítható a működése. Ugye aki használt mondjuk így Ubuntu 10.17 vagy korábbi kiadásokat, az észrevette, hogy ott a
sőt, inkább a korábbiakra volt ez erősen jellemző, mondjuk úgy, hát 9.10 előtt volt nagyon-nagyon feltűnő. Attól függően, hogy hogyan lett megírva az alkalmazás, az értesítése máshogy viselkedett. Tehát máshogy viselkedett mondjuk egy network manager jobb ráklikkelve, mint mondjuk egy naptár, ami azért egy nem egy konzisztens működés ismérve. Amit én személy szerint nagyon-nagyon szeretek a Unity-ben, hogyha lenyomjuk a szuper gombot, akkor ugye megjelennek ezek a, és lenyomva tartjuk, akkor megjelennek ezek a kis számok és betűk, ez azt jelenti, hogy ezeket a funkciókat egy gyors billentyűvel tudjuk érni. Tehát én nem is úgy szoktam váltogatni az alkalmazások között, hogy altabot nyomkodok, hanem szuper plusz 1, szuper plusz 2, ugye látszik, hogy mindenkihez tartozik egy szám. És hogyha ezt konzisztens, mondjuk több gépet is használunk és konzisztensen beállítgatjuk, vagy egy gépet használunk, akkor ugye egyértelmű, megszokhatjuk, hogy a szuper plusz 1-re mindig a böngészőnk fog bejönni. Még ugye altabnál nem tudhatjuk, hogy feltétlen, hogy most hány altabot kell nyomnunk. Mivel ott ugye mindig úgy van, hogy az előzőleg használt jön az első altabra, és utána a többi. Tehát alapvetően ez egy, azért ez, hogyha megszokja az ember, és szeret billentyűket használni alkalmazások közötti váltásra, akkor ez egy nagyon kényelmes és nagyon jó dolog. Aztán van még egy dolog, amit viszont nagyon-nagyon sokan utálnak, ez a globális menü, ami azt jelenti, hogy az alkalmazások menüje nem itt van, az ablak tetején, hanem a képernyő tetején. Ugye több kérdés is felmerül, hogy ez miért jó így, miért rossz így, meg miért kellett ezt a Mac-ből ellopni, ezek szoktak így előkerülni. De először is azt tudni kell, hogy nem tudom, van itt olyan, aki használt Amigát valaha? Egy ember? Kettő? Van azért egy 4 ember mondjuk, aki Amigát használ, a számukra talán ismerős lesz, mert az Amiga is hasonlóan működött. Ugye ott is felül volt a menü a felső panelnál, de abban is az Amigára hasonlít, hogy ott sem állandóan látszott a menü, ott a jobb egérgombot kellett lenyomni, hogy megjelenjen, itt elég felhúzni az egeret a felső panelre, de alapvetően, ha már azt mondjuk, hogy ezt lopta az Ubuntu, akkor szerintem inkább az Amigából vették át, ott volt hasonló működés. De egyébként, aki a 80-as években foglalkozott felhasználói felületekkel, vagy ilyen érdeklődési körül kifolyólag megnézte a 80-as évek felhasználói felületeit, azt látta, hogy a Windows volt az ablakuk fölött lévő menüvel, és gyakorlatilag az Atari-tól kezdve mindenki ezt a fajta menü megoldást használta. Nem véletlenül, sokkal jobban kihasználja a képernyő felületet. Ugye ez akkor azért volt kritikus, mert az ilyen Amiga 320x256-os felbontásával az így jó volt. Tehát az egy komoly felbontás volt. Tehát nagyon-nagyon kellett vigyázni a helyre, meg nagyon kellett vele spórolni. Most megint ugyanaz a helyzet, hogy spórolni kell a helyet, csak most nem azért, mert kicsik a felbontások, illetve most megint kicsik, csak most mondjuk 1024x600-at, vagy akár 1280x800-at nevezünk kicsinek, azért, mert mindent ki akarunk használni általában a böngészőnek. Tehát újra előkerültek azok a szempontok, amik a 80-as években meghatározók voltak, azért nem véletlen, hogy ugyanazt a, egy akkor már bevált megoldást használtuk. Van még egy oka, hogy oda került, ez pedig az, hogy felhasználó felületek fejlesztésével foglalkozó emberek azt mondják, hogy ezek a menük nem jók. Tehát ez így nem annyira magától értetődő, nem annyira áttekinthető, és nem is annyira felhasználó barát. Ráadásul, hogy ahogy törnek előre az érintőképernyős eszközök, azokon ez használhatatlan. Tehát ez alapvetően egy hosszú távon egy zsákutca, és más megoldást kell kitalálni az ilyen funkciók elérésére, ami lehet egy helyi menü, lehet ugye a Google Chrome-nál alkalmazott csavarkulcsra elérhető menü, ami ugye elsőre nem tűnik olyan nagyon nagy változásnak, de most képzeljünk el egy mobiltelefont, ahol a csavarkulcst megérintve teljes képernyős menüt be lehetne rakni. Tehát alapvetően azért ez a menü nem vagy el van egy kicsit dugva, mert nem biztos, hogy ez 10 év múlva még így általános lesz az alkalmazásokban. Aztán van nekünk egy ilyen nagyon szép kereső felületünk Unity-ben, ami azért jó, hogyha ide beírunk bármilyen keresőszót, aminek ugye van relevanciája a rendszerünkkel kapcsolatban, mondjuk egy alkalmazás neve, egy fájlnak a neve, egy zeneszámnak az előadója, akkor ez segít nekünk megtalálni, méghozzá a Unity Dash-nek nevezett felületen. Ugye ennek van alapvetően 3 képernyője, az Ubuntu 11.04-ben volt ez a, hát nem tudom, ennek nem igazán volt neve, én kezdőmenőnek neveztem el. Az a lényeg, hogy ezt a kifejezetten a kezdő felhasználóknak szánták, hogy itt kezd a rendszer az ismerkedés, nem véletlen, hogy a hívó gombját is, hogy a hívó gombját is ide rakták a felső panelre, mert azt talán észreveszi a kezdő is. És egyébként majd erről még fogok beszélni, hogy nem kell odarakni, hogy észrevegye. Szóval ez volt az, amely a kezdőt felhasználók először megláthatnak, és innen kezdjék a rendszerrel való a rendszer használatát. Elméletileg egy rutinos Ubuntu felhasználó ezt a menüt soha nem fogja használni, vagy nem nagyon. De hát ugye ott van fel a kereső felület, tehát hogyha már elkezd bejön a kereső szót, akkor már megint helyben van.
Aztán volt nekünk egy alkalmazás böngészőnk, ami arról szólt, hogy indítsuk alkalmazásokat, vagy akár elérhető alkalmazásokat is felajánlott telepítésre. Ez akkor jó, amikor tudjuk, hogy milyen funkcióra van szükségünk, de nem tudjuk, hogy ezt melyik alkalmazással tudjuk elérni. Ez ugye főleg kezdőknél jön elő, hogy valamit csinálni akarnak a rendszerrel, mondjuk rajzolni, és igazából komoly grafikai program nincs alaptelepítésben az Ubuntu-ban. Tehát itt azért neki segítség, hogyha beírja, hogy grafika oda fölülre, és akkor mondjuk kap egy gamepad. Aztán van nekünk, egy ilyen fájlböngészőnk is, amely a korábban megnyitott fájlokat segít elérni. Majd ennek is fogok beszélni a technikai hátteréről, hogy ez honnan tudja, mi az a korábban megnyitott fájl, meg hogy mikor volt kezelve. Aztán a váltás az ablakok között, ez is egy fontos változás, hogy ugye az ablak között régen úgy váltottunk, hogy alul volt egy panel, rengeteg ilyen rövid felirattal, például aki mondjuk szeret sok LibreOffice-t használni, sok LibreOffice ablakot, akkor az ugye láthatta alul, hogy lib, és akkor ki tudta választani, hogy melyik libre gondolt. Igen. Na most itt ehelyett az van, hogy rákattintunk az alkalmazásnak a ikonjára, a futó alkalmazásira, vagy pedig lenyomjuk a szuper és a hozzátartozó szám kombinációt, és akkor kirakja szépen az ablakokat, amik így láthatjuk, hogy melyik-melyik. Ugye itt sokan hiányolják, hogy miért nincs ráírva, hogy most melyik-melyik szép nagyjal. Azt 11.0-nél be lehetett állítani a Compiz Config Settings Managerben, 11.10-nél elméletileg igen, de gyakorlatilag az egy, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, most ezt próbáltam még, majd arról is beszélek, hogy ez miért alakult így. Aztán van ugye munkaterület váltunk, mert hát a Linux desktopon a munkaterületek azok nagyon-nagyon fontosak. Igaz, az más operációs rendszereknél nem elterjedt, hogy a felhasználók így oldják meg. Szerintem mindenhol megoldható, hogy legyenek munkaterületek. Gyakorlatilag ez a Linuxosoknál léged be, hogy ők így használják a rendszert. És ez egy nagyon jó és nagyon hatékony dolog. Főleg, hogy olyan alkalmazásokat használunk, mint a GIMP, aminek rengeteg sok kis ablaka van, akkor az egészet berakjuk egy munkaterületre, és akkor ott csak az van. Tehát van egy munkaterület váltunk, ami ugye így néz ki. Aztán van még egy érdekes dolog, ez a Quick Listnek nevezett. Ennek az a lényege, hogy egy alkalmazás bizonyos funkcióit elérhetjük egyszerűen, úgyhogy rákikkelünk jobb egérgombbal az alkalmazásnak az indító ikonjára. Ez ugye azért hasznos, mert nem kell feltétlenül az alkalmazás például ahhoz, hogy csinálunk egy képernyőképet, ugye itt is látszik. Az, hogy milyen funkciók legyenek, az egyrészt az alkalmazás által meghatározott, az alkalmazás hozhatja ide a saját funkcióit, másrészt viszont mi magunk is csinálhatunk ilyeneket, viszonylag egyszerűen. Aki tud angol, az askubuntu.com-on megtalál róla egy nagyon részletes leírás, rengeteg példával, rengeteg más launcherrel, tehát ott nagyon jók vannak. Illetve én is írtam a blogomban három ilyen posztot rólam, mogorvamormotta.hu-ra, hogy hogyan lehet ilyen quick listeket csinálni, ezt lehet honosítani is, tehát lehet úgy is, hogy több nyelvű legyen, és tényleg pár soros scripteket kell írogatni, és bármilyen funkciót rárakhatunk ilyen gombra. Tehát én például csináltam Google Plus-hoz, Launchert, meg a YouTube-hoz, ami mondjuk a HTML5 módot tudja kibekapcsolgatni. Szóval ez tök jó, és bárki számára elérhető, testre szabható, tök hasznos dolog. Aztán van még egy dolgunk, hogy ugye nézzük meg, hogy hogyan működik a rendszer. Van egy ilyen az értesítések területén, van egy ilyen Launcher API-nak nevezett dolog, ez azt jelenti, hogy egy alkalmazás az indító ikonján meg tud jeleníteni információkat. Ez vagy lehet egy ilyen kis szám, mint ott is, hogy hány üzenetünk van, vagy lehet mondjuk egy progress bar, ami például az Ubuntu-nál jelzi, hogy hogy halad a file feltöltésünk, Nautilusnál a másolást. Van aztán egy értesítésgyűjtőnk. Ez ugye arra szolgál, hogy ha valaki ránk ír mondjuk gétalkon, akkor azt is szépen jelzi, hogy ránk írt valaki, és a Notify OSD-n pedig ugye megjelenik így egy ilyen értesítés. Ez az értesítési rendszer is ugye nem a GNOME-ban használt, hanem ez egy saját fejlesztése a Ubuntu-nak. Ennek az elég, hogy a kurzort fölé húzzuk, akkor ilyen áttetszővé válik szinten láthatatlanná, és azért nem zavarja a munkát. Na, de szerintem ugorjunk egy kicsit előrébb méghozzá múlt hónapra, amikor megjelent az Ubuntu-nak a legújabb 11.10-es kiadása. Hát nézzük, hogy mi változott először csak így szövegesen. Egyrészt ugye a Dash-nek a hívógombját, amit mutattam, az a kis Ubuntu logo a felső panel, az lekerült az indító panelre, maga a Dash is megújult. Van nagyon szép valódi elmosás effektusunk. Történt egy olyan, hogy ami ugye Places-nek neveztek korábban, amit mutattam alkalmazás böngésző, file böngésző, annak most Lencsék lett a neve, ez igazából egy terminológiai változás, lényegében ugyanarról van szó, és rengeteg fejlesztés. De akkor nézzük meg ezt azért képeken is. Ugye így néz ki a felület, jól látszik, hogy ami itt volt, az lekerült ide erre az indító panelre, és ami még itt volt alkalmazás file böngésző, az meg eltűnt. Hogy ez miért került le, arra nagyon egyszerű válaszolni. A
Canonical minden fél évben végez egy tesztet laikus felhasználókkal, olyanokat igyekeznek összeszedni, akik mondjuk ilyen heti 10 órát használnak számítógépet, hanem geekek, és nem használtak még előtte semmilyen Linuxot, tehát Windowsosok, Mac-esek különböző arányban. És mindig odarakják az aktuális fejlesztői kiadás előtt álló változat elé, hogy teszteljék, és mondják erről a véleményüket. És 11.04 tesztelésekor az jött ki, hogy nekik az, hogy ott volt fent az Ubuntu ikon, az nem mondott semmit, és nem is segített semmit, és úgyis a indítópanelt használták, ami nekik teljesen egyértelmű volt. Tehát ugye az, amikor ez az indítópanelben jött, és így elbújdokolt, meg ilyenek, akkor nagyon sok felhasználó írt a fórumban, hogy na majd a kezdő felhasználók ezt nem fogják tudni használni. És kiderült, hogy a kezdőfelhasználók ezt tökéletesen tudják használni, tehát ezzel nincsen semmi problémájuk. Viszont az, hogy fenn volt az az Ubuntu gomb, az meg nem volt nekik egyértelmű, hogy ez mire való, és miért van ott, és miért nem konzisztensen működik. Tehát érdemes néha igazi felhasználókat tesztelni, mert az, amit egy rutinos felhasználó gondol a kezdőről, hogy az neki nem fog menni, az általában megy, vagy az gyakran megy. Ami pedig azt hinnénk, hogy ó, ez tök egyértelmű, az meg lehet zavaros. Ugye azért az alapelemek maradtak, ugye van felső panelünk, indító panelünk, meg van egy asztalunk. Ha megnézzük ezt az egész felületet, akkor, vagyis hát a indító felületet, amit ugye dashnek neveznek, akkor az, ami korábban ugye itt meg itt volt a panelen, az lekerült ide szépen alulra, kis gombok formájában. Ugye ez a kezdő oldal, ez a alkalmazás böngészőnk, ez a file böngészőnk, és ez egy új lencse, ami a zene böngésző, itt az azért hasznos, mert ugye nem mindig van az, hogy a zenefájlnak a nevéből rögtön következik mondjuk az előadó vagy a szám címe. Ugye mondjuk a track1.mp3 az nem utal egyértelműen a előadó meg a szám címe, ha csak nem a track bandának az egy című számáról van szó. Tehát ez azért így hasznos lehet, hogy tudunk így is keresni zenéket. Ha megnyitjuk az alkalmazások lencsét, ugye ami régen alkalmazás böngészőnek neveztek, akkor egy ilyen felület tárul elénk, itt látjuk ugye a elérhető alkalmazásokat, ami fontos, hogy vannak ilyen szűrőink, ahol le tudjuk szűrni például a kategória szerint, vagy az, hogy melyik alkalmazást milyenre értékelték. Ez mondjuk azért hasznos, mert nem feltétlenül akar az ember két meg három csillagos, a három csillagos még határos, de még két csillagos alkalmazás biztos nem akar használni, tehát akkor bele tudja adni, hogy négy csillagosok jelenjenek csak meg, ami főleg akkor hasznos, amikor a nem telepített alkalmazásokat nézzük. Amit ugye már említettem korábban, hogy nem tudom mennyire látszik, hogy nagyon szép elmosás effektus, nagyon szép elmosás effektus van a dash alatt, tehát hogyha ez megjelenik, akkor látszik, hogy el van szépen mosva alatt a háttér. És még egy fontos dolog, hogy a háttér színeiből számoljuk, hogy ennek a, milyen legyen a színe. Így mindig alkalmazkodik a felületünkhöz, és egy viszonylag konzisztens látványt kapunk. Ugye itt látszik, hogy ha kék a hátterem, ilyetlenül kékesfehér, és akkor maga a launcher is kékesfehér lesz. Visszanézzünk, akkor meg itt látszik, hogy a varnásvöröses, az ugye varnásvörösesre színezi. Aztán van egy új alkalmazásváltónk is, ugye az Alta működését mindenki ismeri, gyakorlatilag hasonló, említettem is már, meg ugye hasonló logika alapján működött, mint az alsó panel, felsorolva az összes alkalmazás, meg összes ablak, aztán lapozgass közötte. Az új alkalmazásváltó az így néz ki. Ennek a lényege, hogy nem, először nem alkalmazások között választ, vagy nem ablakok között választunk, hanem alkalmazások között. Ha egy alkalmazásnak több ablaka van, akkor egyszer megnyomjuk a lefele nyilat, és láthatjuk, hogy milyen ablakai vannak, és ki tudjuk választani, hogy melyiket szeretnénk használni. Ugye itt is van róla előnézeti képünk, illetve hát látszik a neve is az ablaknak. Aztán szintén újdonság még az Ubuntu 11.10, hogy a Compiz Config Settings Manager nevű alkalmazással iszonyatosan testre lehet szabni nagyon sok mindenét. Tehát ugye azt is be lehet állítani, hogy amikor elhúzzuk az indító panelről a kurzort, akkor hány millisekundum után tűnjön el. Be lehet azt állítani például, hogy mit csináljanak az ikonok, amikor valami történt, hogy rázkódjanak, vagy villogjanak, vagy harapjanak. Aztán vannak, az izgalmasabb állítások, ugye itt a... Igen, itt is a billentyű kombinációk, de az izgalmasabb állítások, ugye itt a kísérleti beállítások nevű részben van, ahol be tudjuk állítani, hogy olyan dolgokat, hogy mekkorák legyenek itt az ikonok. Ugye ezek, sokan panaszkodtak, hogy ezek az ikonok túl nagyok, az alapértelmezetten 48 pixeles, de 32-ig le lehet húzni, vagy akár, hogyha valakinek még nagyobb kell, mert mondjuk gyengén lát, akkor be tudja állítani 64 pixelesre. Aztán be lehet állítani azt, hogy a dash alatt legyen elmosás vagy sem, és hogy van akkor milyen, beállítjuk, hogy milyen animációval tűnjenek el az ablakok.
Illetve ez még egy nagyon hasznos opció, az Auto Maximize Value. Az azt állítja, hogy a képernyő hány százalékát elfoglaló ablakokat rakja automatikusan teljes képernyőre. Nekem például ez a kis netbook, ami itt van, ez 1360x768 felbontású, és csak 10 incses, tehát így én azt szeretem, hogy viszonylag nagyobbra kihúz az ablakokat, mert hiába van egy viszonylag komolyabb felbontása, de nagyon kicsi az egész, ugyanám ez a 75%, ez ilyen 25% szokott lenni, és hogy elég sok mindent feldob teljes képernyőre automatikusan. Na most, ha valakinek meg jó nagy méretű monitora van, esetleg még nem is van extrém nagy felbontással, az meg lehet, hogy ez már ezt a 75%-ot sem fogja szeretni, és akkor behúzhatja akár úgy, hogy 100%, tehát hogy effektíve semmit ne rakjon ki teljes képernyőre, csak ami eleve az. Szóval van nekünk egy Unity 2D-nk is, ez is az új Ubuntu 11.10-ben jelent meg. Ez meg a Unity-nek a grafikus gyorsítás nem igénylő változata. Ez a Qt nevű, tehát Qt eszközkészletre épül, QML nevű nyelv mellett megírva. Ez ugye így néz ki. Ha nem veszünk észre különbséget a Unity-hez képest, az nem csoda, mert gyakorlatilag tök ugyanúgy néz ki. Apró különbségek vannak, tehát annyi a különbség, hogy ennek a színe nem alkalmazkodik automatikusan a hátterünkhöz, illetve ha visszaemlékszünk, akkor itt volt egy ilyen kis lefutása 3D-ben, itt is, meg adtunk a Microsoft-hoz a szélkének, de ott is. Na most az itt nincsen. Tehát itt csak simán így belóg, és nincs itt ez a kis félkör. Szerintem ezek olyan funkciók, amikről egy átlagos felhasználó le tud mondani. Ami esetleg hiányozhat, hogy itt az alt-tab, az még a régi módon működik. Viszont, hogyha valaki a régit szerette, akkor annak meg a Unity 2D-t ajánlom. Egyébként például elmosás effektus van ez alatt. Tehát ez ugyanúgy elmossa a mögötte lévő ablakokat. És én úgy vettem észre, hogy a Unity 2D gyorsabb azokon a gépeken is, amik egyébként támogatják a grafikus gyorsítást. Tehát én is ezen kis gépen Unity 2D-t használok, mert alig észrevető a különbség és gyorsabb. Ugye, csak hogy lássuk, az alkalmazás működés, az tök ugyanúgy néz ki. Szóval nézzük még, mi volt így a Unity fronton az Ubuntu 11.10-ben. Hát javult a teljesítmény, illetve a stabilitás. Ez persze nem azt jelenti, hogy most senkinél biztosan soha nem fog fagyni, vagy nem lehet, hogy valakinek 11.04 stabil volt, és előjönnek újabb hibák, de úgy összességében nagyon-nagyon sok hibát kijavítottak. Aztán van az, hogy ez a launcher támogatás, ugye, ami például meséltem, ez a progress bar a másolásnál, ez több alkalmazásban működik. Hát ugyanis 11.04-ben még nem működött, Nautilusra itt már igen. Aztán van egy nagyon szép levegő görgető sávunk, erről nincsen képernyőkép, mert ezt jobb, hogyha megmutatom. Tehát ugye, ha kihúzzuk a képernyő széléhez, akkor láthatjuk, itt van egy görgetősáv, ami akkor, hogyha felé húzzuk, és így tudunk görgetni a diák között. És ha meg elhúzzuk, akkor meg eltűnik, és csak egy kis narancsága volt. Egyébként, hogyha valaki használ androidos telefont, akkor ez sok számomra hasonló. Ez a kis egy pár pixeles vékony sáv. Na de akkor nézzük meg, hogy hogyan működik is ez az egész Unity dolog, meg hát mi van mögötte. Ugye van egy asztali környezetünk, igen, fontos a terminológiát tisztázzuk, mert óriási kavarodás van a fejekben, hogy mi micsoda. Hát ugye van egy asztali környezetünk, amit GNOME-nak hívnak, tehát a Unity az GNOME ott használ, GNOME-ra épül. Nem tudom, hogy pontosan hány csomagból áll a GNOME, de hát ilyen több százból. Na most ebből a GNOME Shell felület, vagy a Unity felület az ilyen pár csomag. Tehát effektíve az még ott egy GNOME. Szóval van egy ablakkezelőnk, ami a Compiz, illetve van egy felszerfendünk a Unity. Ugye már, mint említettem, a GNOME az egy óriási dolog, tehát abban van a Nautilus file kezelő, a Totem Media lejátsző, ez az Elvince nevű dokumentumolvasó, a G-settings, ami a beállításokat tárolja. Nem közvetlenül GNOME, de végül is GNOME a GTK3, illetve a G-streamer nevű vesztések, amik ugyan nem a GNOME alá vannak berendelve, tehát gyakorlatilag annyira szorosan működik a GNOME-mal, hogy odasorolhatók. De tényleg csak annyi történt, hogy az Ubuntu nem a GNOME Shell-t használja, ami mondjuk négy csomag, hanem a Unity-t, ami egy másik négy csomag. Ezt lesz, amit egy teljes értékű GNOME-unk van. Egyébként a GNOME Shell-t is lehet telepíteni, és akkor ki tudjuk választani bejelentkezésnél. Aztán van nekünk egy Compiz nevű cuccunk, ami meg ugye az ablakkezelőnk. Fontos, hogy a Unity nem ablakkezelő, a Compiz az ablakkezelő, és nem is asztali környezet a Unity, már az meg a GNOME. Mi ez a GNOME Compiz? Ugye ez az Ubuntu 7.10-ben vált a rendszer részévé, alaptelepítésben. Ez nem azt, hogy előtte nem lehetett használni, de 7.10-ben már alaptelepítésben működött. Lényege, hogy kihasználja a hardware képességeit, ami a grafikus kártyát jelenti ez esetben, és megvalósítottak vele mindenféle látványos effektusok.
A Unity 3D felület az egy Compiz plugin, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha kikapcsoljuk a Unity elnevezési plugin a Compizban, akkor eltűnik a felhasználói felületünk. Na most ezzel kapcsolatban van egy ilyen érdekes probléma, hogy amikor dolgozott a 11.10-en a Sam Spilsbury nevű fiatal srác, akkor ilyen iszonyatos, hát egyedül csinálja nagyrészt ugye a Compizt, iszonyatos hajtás volt, rengeteg olyan probléma jött elő, hogy láthatatlan ablakok jelentek meg, illetve elindítottunk egy alkalmazást, az ablaka láthatatlan volt, de kimaszkolta, tehát nem lehetett klikkelni a helyén, meg ilyenek. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen probléma volt így release előtt. És azt mondják róla, hogy a utolsó két hétben gyakorlatilag, tehát a fagyasztás előtti két hétben, ami a kiadási ciklus negyedik hetétől a második hetéig van, kiadás előtt. Szóval akkor gyakorlatilag egyáltalán nem aludt. Állítólag az anyukája nagyon-nagyon aggódott érte, mondom, hogy nagyon fiatal srácról van szó. De emiatt egy kicsit úgy vannak beállítva a függőségek a Unity-ben, mert ugye az, vagy a Compizban, mert ugye ott is vannak függőségek, hogy csak belettek drótozva egyszer működik, de ha elkezdünk kibekapcsolgatni modulokat, akkor nagyon jó eséllyel kilőjük a Unity-t, vagy olyan problémát látunk elő, hogy eltűnik a felületünk. Nyilván az ugye nem ez volt az elsődleges szempont, hogy a tweakelős emberek azok most össze-vissza tudják kapcsolgatni a plugineket, és nagyon alaposan végignézzék, hogy most mire függ, tényleg mi az, aminek függelnie kell egymáshoz, mi az, ami nem. Tehát erre egyszer nem jutott idő ebben a fejlesztési ciklusban, erre konkrét ígéret van, hogy ez azért 12.04-ben nem így lesz, tehát ezek azért értelmesen meg lesznek csinálva. Amit ezzel mondani csak akarok, csak az, hogy a Compiz Config Settings Manager nagyon jó, nagyon szeretjük, de nagyon óvatosan kell használni. Illetve, hogyha véletlenül sikerül kikapcsolni, akkor van egy olyan parancsunk, hogy Unity, kötőjel reset, azzal vissza tudjuk állítani alapbeállításokra. Ezt ki tudjuk adni simán Ctrl+F1-jel terminálban is, tehát nem kell grafikus felületen lennünk éppen ahhoz, hogy a Unity reset parancsot ki tudjuk adni. Ez gyakorlatilag annyit csinál, hogy a alapkompiz beállításokat visszaállítja. Aztán van egy érdekes technológiánk, amit úgy hívnak, hogy hát nem van ezekre magyar folytás, csak a lenzőzőre van, lencsék, de scoopok és lencsék. Mi ez? Ugye van egy, az a Scopes nevű cucc, ez annyit csinál, hogy összegyűjt mindenféle információkat, tehát fájlok, csak metaadataikat, vagy online tartalmakat össze tud gyűjteni, gyakorlatilag bármit össze tud gyűjteni. Elnézést, nem kell, kicsit visszaadhatunk. Szóval összegyűjti mindenféle adatokat, és aztán ezt elérhetővé teszi számunkra, méghozzá a lencsék segítségével. Ugye a lencsék, ezek a kis alul lévő gombok, ezzel tudjuk elérni. Ez arra szolgál, hogy a Scopes által összegyűjtött információkat megjelenítse számunkra. Egy-egy ilyen lencse, az ott alul klikkelgetve érhető el. Tudja, hogy milyen lencsék vannak az Ubuntu 11.10-ben, van ez az alkalmazások, a fájlok, a zenék, ezeket már bemutattam, de vannak olyanok is, amik nem részei az alaptelepítésnek, de léteznek, ilyen például az Ask Ubuntu nevű ilyen támogatói site, vagy support site, ami ahol a kérdések között tudunk keresgélni, a Reddit nevű tartalommegosztó mókás oldal, nekem is mindenki viccek megosztásra használja szerintem, szóval annak kis el tudjuk érni a tartalmát, Viber üzeneteket, és ilyeneket, lencséket gyakorlatilag bárki tud fejleszteni, aki rendelkezik a megfelelő tudással, nem olyan őrülten bonyolult, van róla leírás is egyébként, hogy hogyan kell, tehát nem egy megoldhatatlan feladat. De ugye nézzük, hogy mitől működnek ezek a lencsék. Van egy tök jó motorunk, amit tudjuk, hogy Zeitgeist, nem összekeverendő a mozgalommal, nincs semmilyen kötődése hozzá. A Zeitgeist, ez fontos, hogy ez egy eseményrögzítő motor, tehát azt naplózza, hogy mi mit csinálunk. Vagyis nem fájlindexelő, trackelt, bégült, nem tudom ki ismeri, az ugye úgy működik, hogy végig rongyol a számítógépünkön, megnézi az összes fájlt és felírja, hogy fú, tök jó, itt van egy ilyen fájl, és az ezt is ezt tudja. Ezek azok, amik iszonyatosan be tudják lassítani a rendszert, az ilyen fájlindexelők. Na most a Zeitgeist nem így működik, a Zeitgeist úgy működik, hogy egy alkalmazás, hogy folyamatosan fut ez a démon a háttérben, de alapvetően semmit nem csinál, vagy hát nem sok mindent csinál, viszont az alkalmazások ebben szépen be tudják küldözgetni az adataikat, hogy például a Banshee be tudja küldeni, fú, tök jó, a felhasználó lejátszott egy zenét, hagyj meséljek róla, és akkor elküldi, és akkor elmondja a számnak a címét, előadóját. Aztán olyan, ez már lett össze a következőn, de aztán olyat is tud, hogyha megnyitunk egy alkalmazást, van egy dokumentumot, olyan dokumentumot, amit egy, vagy olyan alkalmazás, amelyik nem rendelkezik Zeitgeist támogatással, de azt támogatja ugye a korábban megnyitott dokumentumok részét a Chrome-nak, akkor az is bekerül a Zeitgeist-ba, tehát nem kell feltétlenül egy alkalmazásba beépíteni. Ha egy alkalmazás csak megnyit dokumentumokat, és nem igazán csinál velük sok mindent, akkor tök felesleges beépíteni a Zeitgeist támogatást, hiszen alapvetően azt megkapja a Gnome-on keresztül is, tehát neki képnézegetőben nem kell.
esetleg, hogyha olyat akarna beindexelni, hogy tehát a fájnak a metadatait, hogy milyen fényképezőgéppel készült, vagy milyen beállítások mellett, de szerintem az alapvetően felesleges. Ugye a CyGeist ez egy Pythonben íródott cucc, viszont az egészet portolták valára. Ugye, hogy ennek mi értelme volt? Hát a Pythonben sem volt egy túl erőforrás igényes. Az egyik fejlesztő azt mondta, hogy nála ilyen 3 nap használat után olyan 20 megabyte memóriát foglalt, ami nem egy őrületes mennyiség. Viszont az, hogy valára portolták, ezt a 15-20 megabyte-ot lenyomták 3,5-7 megabyte-ra, és érezhetően gyorsabb is lett azért a rendszer, tehát azért megérte. A november 3-án jelentették be ezt a bizonyos portolást, és ez teljesen kompatibilis a régivel, tehát az alkalmazásokat nem kell módosítani, rögtön tud működni az új változat is. Az fontos tudni, hogy a 0.9-es verzió az egy ilyen mostani kiadási ciklus, és amit ha valaki tesz akar, ez PPA tárolóval elérhető, de ez egy alfa verzió. Állítólag működik, de azért lehetnek vele problémák. Aztán abszolút nem téma az előadásnak, de szerintem az érdemes rajta gyorsan végigfutni, hogy milyen újdonságok vannak a Ubuntu 11.10-ben. Itt volt egy 3.0-as Linux kernelünk, ami verzió számára nagyon jól hangzik, de ez nem azért lett 3.0, mert akkor a forradalmi újdonságok lettek bevezetve a 2.6-hoz képest, hanem egyszerűen születésnap. Tehát 20 éves a Linux, és akkor indokolt volt azért egy szebb elnevezés. Szóval van egy LightDM nevű display managerünk. Ez a bejelentkezés kezelő, gyakorlatilag a LightDM. A LightDM abban különbözik az eddig használt GDM-től, hogy iszonyatosan könnyű, és nem függ annyira a GNOME-tól, a GNOME környezettől, tehát ezt bárki tudja használni, mondjuk XFCE-ben is tök jól működik, hiszen nem akarja magával rántani a fél GNOME-ot, nem függ GNOME technológiáktól. Aztán van egy új szoftverközpontunk, GTK 3 alapokon, ez lényegében megújult külsőt jelent, pár plusz szolgáltatással, például így a alkalmazások értékelési alapján, mert ugye jelenten a legnépszerűbbeket ilyenek. Van egy Gwibber nevű közösségi kliens, nem tudom, hogy szányan használják, mivel Facebookra, Twitterre, Identikára tudunk posztolgatni. Ezt is újraírták valahol, ugye egyre népszerűbb ez a programozás nyelv, és ezzel ők sokkal komolyabb teljesítményjavulást éltek el. Tehát itt olyan volt, hogy ha jól emlékszem, a régi az ilyen 150 üzenetre volt limitálva, és ott már azért sok memóriát fogyasztott és lassú volt. Az ugye Pythont és WebKit-et használt. Most az egészet átrakták GTK3-ra és Valára, és nem kell limitálni az üzeneteket, gyakorlatilag bármennyire gyors, és töredékére csökkent a memória használat. Tehát, hogyha valakinek van egy olyan projektje, ami mondjuk Pythonben íródott, és teljesen problémái vannak, akkor most az a trend, hogy ezt újraírják Valában. Szóval van egy Thunderbird nevű levezőkliensünk, ami az Evolution-t váltotta. Erről megosztanak a vélemények, hogy ez mennyire jó vagy mennyire rossz. Az viszont egyértelmű, hogy a Thunderbird a legnépszerűbb levelezőkliens, és az Evolution is támogatott továbbra is elérhető tárolókból. Tehát itt igazából a váltásoknak nem technikai oka volt, hanem az, hogy ha a Thunderbird ennyivel népszerűbb, még hogyha egyes funkcióiban kevesebbet is nyújt, mint mondjuk az Evolution, például naptárintegráció és hasonló területeken, akkor is legyen az, amit az emberek amúgy is használnak, hiszen ha valakinek kell például az Evolution-nek a naptárintegrációja, fel tudja rakni. És van egy backup alkalmazásunk, amit ilyen Deja Dupe-nek hívnak, meg nem tudom olyan kikejteni. Ez egy nagyon-nagyon egyszerűen kezelhető alkalmazás, mindenféle beállításokat támogat, tud Ubuntu-ba menteni. Tehát, hogyha valaki backupolgatni akar rendszeresen, ez nagyon nagy segítséget jelent neki. Inkrementális backupot csinál, tehát hogyha változik pár fájl, akkor nem menti el az egész 500 GB-os mappát mondjuk, hanem csak azt a pár fájl módosítást, illetve pont emiatt vissza tudunk állni egy fájl korábbi verziójára is, hogyha mentettünk. Na de akkor most már nézzünk bele egy kicsit a jövőbe, hogy mi várható, először a közeljövőbe. Szóval van egy Ubuntu 12.04 verzió, ami a következő hosszú távon támogatott kiadás lesz. Itt fontos változás, ez már 5 évig lesz támogatott desktopon és szerveren is, és az a cél, hogy az a rendszer egész stabil és kiforrott és jól működő legyen, Unity fronton is. Hogy mi fog változni a Unity-ben? Erről még nagyon keveset lehet tudni, vagy elég keveset lehet tudni. Reménykedtem, amikor megírtam így a 2 hónappal ezelőtt, hogy miről fogok előadni, hogy többet fogunk tudni, de azért ez sem annyira gáz. Azt tudom, hogy a több monitoros üzemmódokat nagyon jól támogatja. Tehát ott már demozták a Ubuntu fejlesztői találkozón egy olyan rendszert, hogy 6 monitor, és azon, hogy hogyan működik majd a Unity. Nagyon fontos az, hogy a profi felhasználók igényeit sokkal jobban kiszolgálják. Tehát ugye, amit már említettem, hogy a Compiz Config Settings Manager, hogy hálítgatok valamit, akkor ne essen az egész szét. Most van egy olyan terv, hogy van egy Ubuntu Tweak nevű alkalmazás, és az bővíti ki Unity specifikus szolgáltatásokkal, erre a Ubuntu Power User Community, vagy ezen a Ubuntu Power User Community dolgozik, de
Hát ahogy én eddig néztem az ILC-t, azt úgy kell elképzelni, hogy van egy Tualatrix Chou nevű kínai srác, aki eredetileg fejlesztette az Ubuntu tweaket, őt időnként elő kapják, hogy fú, akkor most csináljuk együtt, aztán mindig egyedül maradt szegény Tualatrix, mert hogy így nem annyira írog. Tehát, hogy valaki érez magában affinitást, hogy például megírja a Unity plugint, akkor azt tutira bekerül a következő Ubuntu kiadásba, és nagyon népszerű lesz a projekten belül. És talán nem is annyira egyszerű. Illetve a Tualatrix maga az egy nagyon-nagyon jó fej srác, biztos, hogy rengeteget segít, hogy hogyan kell plugint írni. Ugye úgy fogalmazta meg Mark Shuttleworth a célt, hogy nem tudom hányan hallották, hogy Linus Torvalds-nak elege volt a GNOME Shell-ből, és azt mondta, hogy akkor várt XFCE-re. Na most az a cél, hogy Linus Torvalds Unity-t használjon. Tehát, hogy neki is tetszen legalábbis. Viszont az sokkal izgalmasabb részek azok később jönnek, egészen mondosan 2014-ben. Ami ez. Ugye ez a cél, Ubuntu-s táblagépek. Illetve okostelefonok, illetve okostévék. Ugye, jó kérdés, hogy ez hogyan valósítható meg? A Unity felületet eleve azért úgy tervezték, hogy támogasson ilyen multitouch érintőképernyővel rendelkező eszközöket, és az Ubuntu 10.10 már rendelkezett egy alapvető támogatással hozzá, tehát lehetett kézmozdulatokkal vezérelni, launchert előhívni, alkalmazások között váltani, tehát azért egy része a dolgoknak már megvan. Viszont az Ubuntu 12.04-ig nem ez a fókusz, hanem az asztali számítógépek, notebookok, ilyenek. Tehát csak utána kezdődik meg az a munka, ami már kifejezetten az ilyen mobil eszközökre fókuszál. Hogy mi a 2014-re a cél? Hát ugye az X-Core grafikus kiszolgálót gondolom sokan hallottak róla, illetve sokan ismerik. Lényegében ez van a grafikus felületek mögött Linuxon. Ez egy nagyon-nagyon fejlett, nagyon jó eszköz, nagyon sok mindent lehetővé tesz, például a hálózaton keresztül átlőni a képet és hasonlók, viszont ezeknek a nagy része a felhasználóknak nincs szüksége. Ellenben rengeteg szívás van vele, hogyha az ember mondjuk látványos effektusokat akar csinálni. Tehát a Sam Spilsbury írt egy viszonylag hosszú blogbejegyzést arról, hogy milyen problémák vannak az X-Orggal, valami szerintem ő írta, illetve úgy általában is, tehát az X-Org az nagyon jó, csak nem feltétlen ezekre a modern felületekre, pláne nem egy mobiltelefonra. Ezért ehelyett bevezetik a Wayland-et, ami egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon rövid kódbázis és nagyon gyors felület lesz. Vagy felület, tehát ilyen hát display manager mondjuk, vagy grafikus kiszolgáló lesz. Ezt egyébként egy Red Hat fejlesztő kezdte el készíteni, de most már azért a Canonical is elkezd komolyabban foglalkozni vele. És ebből remélik azt, hogy mondjuk a telefonokon is gyorsan is jól használható lesz a rendszer, ahol mondjuk szerintem annyira nem fontos, hogy hálózatilag transzparens legyen, vagy hálózaton transzparens legyen. Szóval van egy nagyon, másik nagyon fontos fejlesztés, hogy maga a felület alkalmazkodjon ezekhez a nagyon-nagyon eltérő eszközökhöz, ami az megint csak nem egyszerű feladat, mert nyilván teljesen más, hogy kezel az ember egy számítógépet, egy mobiltelefont és még egy okostévét. Okostévénél egyébként még nem is igazán alakult ki, hogy hogyan kezeljék az emberek. Én a LG-nél láttam egy nagyon-nagyon jó megoldást, ami a Nintendo Wii-nek a távirányítójához hasonló eszközzel tesz irányíthatóvá a felületet. De alapvetően az okostévék azok még egy nagyon-nagyon fejlődő platform, és még nincs igazán kialakult rendszere a működésüknek. Illetve ami még nagyon-nagyon fontos, hogy az alkalmazások is alkalmasak legyenek arra. Tehát mondjuk nem tudom, hogy ki az, akinek így el tudja képzelni a LibreOffice használatát mobiltelefonon, tehát így nem annyira jó. De szerencsére a LibreOffice fejlesztők már dolgoznak egy androidos felületen, ami azt jelentheti, hogy az androidos felület az Ubuntu-ra is teljesen jó lesz. És hogy ezt most már tényleg csak átpörgettem, mert elég szűken állunk idővel. Szóval, hogyha már ki akarjuk próbálni az Ubuntu-t, illetve tesztelni szeretnénk, akkor azt nagyon-nagyon egyszerűen megtehetjük, mármint a fejlesztői változatot. Hiszen van rengeteg olyan mérföldkő, amikor letölthető képfájlok jönnek. Ezek valamilyen szinten teszteltek is. Tehát ezeket le tudjuk tölteni, egyszerűen kirakni egy pendrive-ra, felbootolni és rögtön használni. Illetve, hogyha mondjuk február 20-a körül, vagy 25-e körül jut eszünk, hogy mi tesztelni szeretnénk, hogy hol tart a Ubuntu, akkor annyira nem jó ötlet letölteni a másodikat és frissítgetni, mert rengeteg frissítés lesz és rengeteg időnk elmegy bele. Van egy ilyen cím, ahonnan letölthetjük mindig az aznapi buildet. Ez nem biztos, hogy felbootol egyáltalán, vagy telepíthető, de azért az esetek nagy részében felbootol és telepíthető. Amit a fejlesztői kiadásról tudni kell, ez nagyon fontos, hogy ez egy instabil kiadás. Tehát ez minden értelemben instabil. A csomagok nem úgy kerülnek be, hogy előzetesen tesztelik, hanem csak úgy beöntik őket. Tehát ez maga az előzetes tesztelés.
És itt a felhasználó tényleg az a tesztelő, aki megnézi, most akkor megye vagy sem, és ha nem, akkor bug reportol, meg dühöng. Tehát bármikor lehet az, hogy frissítünk egyet, és valami nem megy, úgyhogy én azt javaslom, hogy ha frissítgetünk, akkor arra használjuk szépen a konzolt, és nézzük meg, hogy mi az, amit fel akar tenni, le akar szedni, gondolkodjunk, hogy az tényleg jó, hogyha eltávolítja, és hogyha arra jövünk rá, hogy az nem, tehát hogyha le akarja szedni a Unity-t, és nem marad grafikus felületünk, akkor az nem jó. Ez egyébként egy héten egyszer van ilyen a fejlesztés későbbi szakaszában, mert úgy frissül a Unity, hogy először befrissülnek tehát a felület előtt befrissülnek már a függőségei, és hogyha a függőség meg a felület verziószáma nem egyezik meg, akkor felajánlja eltávolításra a Unity. Tehát egy héten egyszer ez van egy ilyen meglepi. De akkor azt kell mondani, nem, és várjunk egy kicsit. Ugye milyen meglepetések érhetnek? Ezek olyanok, amikkel én találkoztam személyesen, tehát így ezek mind előfordulnak, és szép sorban jönnek is. Ugye van olyan, hogy frissítés után nem bútol a rendszer, vagy elindul, de már nem tudunk bejelentkezni, vagy be tudunk jelentkezni, de a grafikus felület nem fog működni, vagy működik a grafikus felület, de kb. Két percenként összeomlik. Annó volt a 3.6.0-as Unity-nél egy olyan, ez egy ilyen fejlesztői kiadás volt, hogy gyakorlatilag elindítottam a rendszert, és bármire kattintottam, vagy bármit elindítottam, összeomlott a felület. Tehát úgy tudtam róla képernyőképeket készíteni, hogy szépen parancsorból meghívtam a képernyőkép készítőt, majd átváltottam konzolra, újraindítottam a Unity-t, és visszaváltottam a rendszerre, ami azt jelenti, hogy olyan egy-másfél órán ment el a képernyőképek készítésével, de csak nekem voltak róla képernyőképeim. Egyébként a frissítés az másnap reggel megoldotta, csak nekem másnap munkába kellett mennem, tehát én kint nem tudom este szívni. Tehát nagyon 8-10 órán keresztül volt csak én instabil állapotban. De szóval mindenféle izgis meglepetések érhetnek minket teszteléskor, hát ez a szép az egészben. Szóval a tesztelők a legfontosabb. Ugye van egy olyan alapelv, hogy amiről nincs backup, az úgyse fontos. Tehát ami fontos, vagy ami kell nekünk, arról mindenképpen legyen backupunk. Na most az, hogy egy külső vinyó, aki másik, az backup egészen addig, amíg a külső vinyó működik, tehát érdemes külső vincsesztereket párossával venni, és mindig duplán menteni a fontos adatokat. Illetve nagyon fontos, hogy ne azt a rendszert használjuk, amit utána munkára is akarnánk használni tesztelésre. Nyilván ugye legegyszerűbb a virtuális gépben használni, hát a legbiztonságosabb, az mondjuk annyiból nem jó viszont, hogy nem derül ki, hogy mennyire támogatja a hardvert, milyen problémák vannak. Tehát a virtuális gép is azért megoldás, de nem a legjobb. A legjobb, hogyha tudunk például egy külön számítógépet erre delegálni, például ha vettünk mondjuk egy új netbookot, de a régi még megvan, egy ilyen Intel Atom N2 71 GB RAM-os gép, az tök jó tesztelésre. Nagyjából, hogyha 1 GB RAM megvan a gépben, és valami értelmesebb processzor, ami lehet mondjuk egy 1.8-as Celeron, akkor már tudunk tesztelni. Aztán az is egyszerű, hogyha egy pendrive-ra kirakjuk egyszerűen a korábban említett daily ISO-t, felbútoljuk és úgy tesztelünk, illetve amit én használok, de ez azért annyira nem biztonságos, ez a külön partíció. Ilyenkor ugye azért lehet az, hogy mondjuk a telepítő rossz, és bejövök, hogy melyik partícióra telepítjük a rendszert, majd azt veszük észre, hogy ez nem volt jó, mert ott is leszedett, amit nem akarunk. Tehát ilyenkor nagyon fontos a backup, de hogyha mondjuk tényleg napi szinten tesztelünk, akkor messze ez a legkényelmesebb megoldás. Mindenesetre nekem két számítógépem van otthon, tehát én annyira nem esek kétségbe, hogy az egyik valamiért nem bútol. Ha viszont tesztelünk, akkor jelentsünk bugokat. Hát ugye ez a launchpad.net-en tudjuk megtenni. Itt van róla két leírás, hogy ezt hogyan kell jelenteni. Nagyon fontos, hogy valódi bugokat jelentsünk. Tehát az nem bug report, hogy szar a Unity, mert abból nem tudnak mit kezdeni. Azzal mondjuk tudnak mit kezdeni, hogy a Compiz Config Settings Managerben, hogyha kikapcsolom ezt a modult, amelyiként tök nem függen a Unity-től, akkor a Unity összeomlik, mert az egy értelmes probléma, és azzal lehet valamit kezdeni. Szóval alapvetően próbálj meg, hogyha már bugokat jelentünk, akkor releváns bugokat jelenteni, és olyat, amit más korábban nem jelentett. Az, aki még nem rutinos egyáltalán, és nem jelentett soha bugokat, annak azt javaslom, hogy először, ha kiszúr valamit, várjon egy-két napot, nézze meg, hogy más hogyan jelenti, milyen infókat adott meg, esetleg próbáljon meg az ő tapasztalatában ilyen plusz infókat hozzáadni, hogyha van ilyen plusz infó. És akkor idő után belerázódik az ember, de még ilyenkor is nagyon gyakran előfordul, hogy olyat jelentek, már korábban jelentettek, csak ott rosszul fogalmazták meg, vagy legalábbis máshogy fogalmazták meg, mint mi. Alapvetően azért senkit nem vertek meg még azért, mert duplikátumot jelentett, összeszokták a kettő bugot kötni, csak plusz munkát ad a fejlesztőknek, meg magunknak is. És mi a lejárt, ez a kérdés? Jelenleg a második legnépszerűbb Linux, tehát
Debian alapú Linux distribúció, az a Debian Mint, a Linux Mint, ami kb. Annyit tud, hogy fogták az Ubuntu-t és kivették belőle a Unity-t. A kérdésem az lenne, hogy nem féltek attól, hogy elveszítettek azokat a usereket, akik heti 10 óránál többet használják a gépet? Hát van egy ilyen kockázata, de majd meglátjuk. Azért még a Unity-nek is fejlődnie kell. Nincs rá akció, hogy úgy telepítsek fel egy Ubuntu-t, hogy a Unity-t azt ne rakják fel, és hogy a régi Debian-nal, vagy a régi A régi Gnome-mal az a probléma, hogy maga Gnome 2 már nem létezik, tehát nem fejlesztik. A Gnome 2.32 óta nem jelent meg új kiadás. A Gnome 3.0, vagy a Gnome Shell-lel, illetve nekik van is egy fallback session, de az sem Gnome 2, nem úgy működik. A most ugye, amit a Linux Mint csinál, az az, hogy egyrészt egy forkot használnak, a Gnome 2.32-nek egy forkját, aminek viszont két fejlesztője van, és egyelőre a legfőbb fejlesztő az a keresés és csere nevű megoldás, vagy arról lecserélik mindenütt a Gnome-ot Mate-ra. Tehát ez annyira nem perspektívikus szerintem. Amit a Linux Mint csinál, az már perspektívikusabb, hogy a régi felületet tovább viszik. Igazából azt kell látni, hogy ugye ez egy 15 éves megoldás. Most lehet, hogy ez még elél 5-10 évig, de van egy nagy kockázat, hogy egyszer csak hirtelen mindenki elkezd újítani. Ugye már látjuk, hogy a Microsoft a Metro felülettel nagyon keményen újít, azért az Apple-t nem kell félteni, tehát ők azért szoktak újítani, és van egy olyan veszély, hogy ha maradtak volna ezen a régi klasszikus felületen, akkor egyszer csak elszalad mellettük az idő. Most a Canonical ugye mivel jóval kevesebb erőforrással rendelkezik, ráadásul ugye mindent nyíltan csinál, minden fejlesztés nyílt, tehát úgy mutattam, hogy vannak ezek a napi frissítési dolgok is. Ezért ők első között nyomtak be egy új generációs felületet. Nyilván van kockázata az új bevezetésének, de annak sokkal komolyabb kockázata van, hogy egyszer csak elszalad mellett az idő. Egyébként amit a Linux Mint csinál, az nagyon jó, mert nagyon sok embernek tényleg nagyon jól kiszolgálja az igényét, és nagyon figyelnek a felhasználóikra, és végül is az is Ubuntu, meg Ubuntu-ra épül. Tehát mindenképpen egy szimpatikus projekt. Mondom, én azt a veszélyt látom egy ilyennél, hogy egyszer csak azt veszük észre, hogy már mindenki újat használ. És most lejárt az időm, úgyhogy ha valaki kérdése van, akkor kint megtalál még az Ubuntu-s tannál.